Sziasztok! Köszöntek benneteket a legújabb videóban. Mellettem Horváth Dániel, aki fotográfus, fel van szerelve mindenféle eszközzel. De most egy kihívás videót fogunk csinálni, és az első kihívás videót. Ugyanis úgy döntöttem, hogy Kolozsvár szépségeit, miután már valamennyit fotózott a rendes saját gépeivel, most az én telefonommal fog, és megnézzük, hogy mire érdemes odafigyelni, illetve hogy tudja kezelni ezt, úgyhogy tartsatok velünk! Nekem egyébként sok idő el szokott telni, amíg így rákapok. Én szeretek mindig így kicsit elveszni, mondjuk, hogyha street style fotózok, és átvenni így a városnak vagy a helynek a hangulatát, és megragadni azt, ami számomra így a legmegkapóbb, úgymond. Úgyhogy nem mindig kezdek el fotózni, vagy azt mondanám, hogy sok témába fotózok. Akár az meg lehet ragadni egy városnak az arcát trash módon, vagy szépséget, vagy tényleg ilyen street style portrékat, vagy embereket fotózni. Én nekem úgy van, hogy csomószor fotózok rengeteg mindent, és akkor a végén összesítem az, hogy mi az, vagy már a felénél így kirajzolódik, hogy igen, az jó volt, de mondjuk abból a témából kevés van, és inkább a másik téma az jó. Hú. Ez egyébként elég durván szélesen lát. Szeretek szimmetrikusan is komponálni. Pedig, várjál, még van széles látókörvezni, csak az egyszeres. Nem baj. Ez jó. De egyébként ez tök jó neki. Ez tök jó áll. Nekem kicsit túl kontrasztosak a színek, amik azért nem tetszenek, mert én minden képet utómunkázni szoktam, és hogyha ennyire kontrasztos, akkor az kicsit nehezebb utómunkázni. Bár most Endre mondta, hogy van ezen ilyen promót, amivel mindent bele lehet állítani, de én most ilyen nagyon egyszerű felhasználóként én most úgy kezdem, hogy milyen, hogyha csak megkapok egy telefont a kezembe és így lefotózom. Ez tényleg egy tök egyszerű kép, majd nem sokára láthatjátok a kijelzőn. Megnyomom és kész is a kép. Ezt utólag egyébként lehet szerkeszteni, én szeretek utólag szerkeszteni, Lightroom-ba szoktam szerkeszteni, telefonra egyébként ingyenesen letölthető, és én akkor adom meg így a végső lookot a képeknek. Na, menjünk tovább. Akkor lesz érdekes egy kép, hogyha különböző szögekből fotózunk. Ugye az embereknek a szeme nagyon be van állva arra, hogy szemből fotózunk, és ez a nagyon-nagyon standard is. Azért szoktunk egy fotót különlegesebbnek látni, mert mondjuk felülnézetből ugye vannak a drónfotók, mindenki nagyon menőnek tartja, mert egy olyan perspektívában mutatja meg a láthatót, amire nem számítunk, és nagyon-nagyon különleges számunkra. És például ennél a fotónál, hogy hívják ezt? Búja? Igen. Például ennél a bújánál érdemes nagyon-nagyon lentről fotózni. Ugye most így lefotózom, és megmutatom nektek, sőt, inkább ennél. Jaj, ne menjél, kamera. Tehát mondjuk fentről lefotózom ezt a bóját, hogyha galamb nem lenne benne, és ez nem annyira menő fotó, szerintem. Viszont, hogyha megváltoztatom a perspektívát, és hogy alulról fotózok felfelé, akkor sokkal jobb lesz, és sokkal érdekesebb lesz az egész fotó. Csak menj ki a képből. És kipróbálom a pro módot, hogy itt mit tudok csinálni. Kicsit világosítok rajta. Egyébként itt tök jók ezek a színek, bár itt van egy kis ilyen distortion, amit majd állítani kell utómunkába szerintem. De tetszik ez a félig színes ház, vagy félig színezett ház. És ki akarom próbálni, hogy ott van egy sörös üveg. Nagyon jól mutatott, teljesen véletlenül. Például, nem tudom mennyire látod, ide jössz kamerával majd, ugye ott belátszik a másik házból az ablak, és az nem jó ablak, mert nem illik ebbe a trash-es helyszínbe, tehát valahogy úgy kell mozognom, hogy kitakarjam azt az ablakot. Tehát ez nagyon fontos, hogy minden részletre figyelni kell, és ebből a szögből már nem látszik az ablak. Viszont, hogyha így fotózom, akkor meg benne van az ablak. Úgyhogy nézzétek meg, hogy mennyire fontos az apró részlet, milyen különbségeket lehet elérni
mielőtt el nem ütnek. Egyébként most tudom, hogy egyik fényképezőgépgyártó cég se fog velem egyet érteni, és nem fog tetszeni, amit mondnak, de én nem szeretem ezeket a beépített ilyen portré funkciókat, mert nekem egy rendes, hagyományos géppel ellentétben nagyon-nagyon kamunak érzem ezt a háttérmosást, és egyszerűen annyira valószínűtlen, hogy nem szeretem ezeket használni. Szóval így tök jó, hogy beleépítenek ilyeneket, és nagyon sokan szokták használni. Én nem szeretem azt, hogyha mondjuk valaki leszelfizi magát, és így az arca nagyon-nagyon éles, és a háttér ilyen, látszik, hogy ilyen nagyon-nagyon csúnyán elmosott háttér, szóval nem úgy mos el a hátteret, mint egy rendes, hagyományos fényképezőgép, hanem egy ilyen digitális mosás van mögötte, úgyhogy én ezeket a feature-öket nem nagyon használom a telefonokon, mert nem tetszik. Én szeretem tényleg csak nagyon hagyományosan használni a kamerát. Szerintem ami talán a legfontosabb egy fényképezőgép kamerájába, az a, hogy milyen a HDR funkció, mert meglepő módon már annyira intelligensek a kamerák, hogy sokszor egy jobb képet tudnak csinálni olyan helyzetben, tehát vannak olyan helyzetek, amikor jobb képet tud csinálni egy fényképezőgép, mint mondjuk egy több százezer forintos kamera, mert sokkal jobban a HDR módban a processzorok úgy dolgoznak, hogy mondjuk az ég az kék marad, mondjuk ennél a fényképezőnél lehet, hogy kiégne az ég, szóval így sokkal, sokkal több mindent lehet kihozni belőle, de ezek csak néhány szituáció van, és mondjuk nyilván nem használhatod ezt egy magazin fotózáshoz, de például a social media felületre van, hogy megteszi egy mobilos fotó is, mert tényleg jó. Tehát hogy a HDR funkció szerintem fontos benne, hogy milyen a képfeldolgozó képessége, de az ilyen feature-ök, mint a, hogy mennyire mos el a hátteret, meg ilyesmi, az nem. Jaj. A telefon valószínű egy-két év múlva már utol fogja érni a hagyományos fényképezőgépeket, de mivel most még vannak korlátai, én a telefonos ilyen street fotóknál próbálok tényleg ilyen szimmetrikus dolgokat képezni, és ami nem terheli meg nagyon, ami nem derül ki, hogy igazából ez egy telefonnal készült, tehát hogy igazából segítek rá a rendszerre, és nem szivatom magamat azzal, hogy megpróbálom ráerőltetni a telefonra azt, hogy csináljon egy olyan képet, amit csak egy fényképezővel tudnék csinálni, hanem inkább kihasználom a képességeit, és most is itt ezt a nem tudom én rácsos falat, ahogy lefotóztam. Ez egy nagyon egyszerű fotó, és például ezen nem lehet szerintem megállapítani, hogy egy rendes fényképezőgéppel készült, vagy pedig egy telefonnal készült, ami szerintem ez is egy tök jó fotó. Összegzésül én azt mondanám, hogy egyébként majdnem, hogy mindegy, hogy milyen telefont használsz, nyilván sokkal jobb, hogyha van egy újabb készüléked, nagyobb megapixellel és csomó fantasztikus feature-rel, de a lényeg az szerintem, hogy pláne, hogy most már ugye minden a social médiáról szól, hogy milyen képeket raksz fel oda, hogyha egy jó hagyományos képet raksz fel, az csúnya szóval unalmas. Tehát, hogy mindig azt kell nézned, hogy mi az a kép, amit még más nem alkotott meg, és hogy próbáld meg olyan szemszögből lefotózni, olyan látásmóddal, ami még nem jutott senkinek se eszébe. Ugye, hogyha YouTube-on is néztek ilyen videókat, nagyon sokszor van olyan, hogy hogyan fotózzuk le azt az épületet, vagy azt a hidat, amit már százszor lefotóztak, és nem kell még egy 101. fotót megcsinálni ugyanaz szögből, mert arra nem lesz senki kíváncsi. Tehát, hogy azt kell elérni, hogy hogyan tud meg azt a adott fotót elkészíteni, ahogy még senki más nem készítette el, és szerintem úgy tudsz kiemelkedni a normális fényképek közül a social médiába, és ezt egy sima telefonnal is tök jól meg lehet csinálni. Úgyhogy menjetek ki az utcára, és fotózzatok. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Iratkozzatok fel a Hopipola csatornájára. Yeah.